Az ánti világ vége. Nem volt váratlan a halála, öt hónapja volt fekvőbeteg, öt hónapja pelenkázta, fürdette, forgatta a felesége az ágyban, és szinte havonta be kellett feküdnie vele a kórházba egy hétre, kettőre. Ez alatt az öt hónap alatt a szélütése után egyre fogyott, lassan-lassan sorvat ki a világból. Deréktól lefelé alig érzett valamit, valósággal rothadásnak indultak a lábai, és a felfekvéstől a hátán a farokcsont felett tenyérnyi bűzös fekete lyuk tátongott. Az utolsó hónapokban már olyan szaga volt, hogy a nővérkék csak magukat teljesen elmaszkírozva fogtak a kezeléséhez. Utoljára már külön kóterembe tették, hogy az elevenen oszlásnak induló hús átható szagával ne zavarjon másokat. 70 éves lett volna, ha megéri március közepét. A szélütés az elméjét is érintette, kevés világos pillanata maradt, és még akkor is valami furcsa szürke ködülte meg a tekintetét. Egy darabból faragott ember volt, 13 éves korától önfenntartó, apja mesterségét továbbvivő és két fiának továbbadó. Életében egyetlen könyvet a köböző fizeten kívül fel nem lapozott, nemhogy elolvasson, újságot nem lehetett látni sohasem a kezében, nem érdekelték sem a könyvek, sem az újságok, sem a folyóiratok, semmi, ami betűkből állt. A számokkal viszont jó barátságban volt, lentről a földről szabta az anyagot, a gerendákat, szelemeneket, irányította a tetőn dolgozó fiait, a zsinórpadlást úgy készítette hogy fel se kellett másznia oda, de ott mindennek szakra kellett találnia. Valami olyan ősi tudás birtokában volt, ami nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra, falusfelekről falusfelekre adódott tovább évszázadokon keresztül és velejéig tisztességes ember volt, olyan gerincel és tartással, amilyen még valahonnan az idők ködéből, az antivilágból való. Valahonnan ebből a régi világból hozta magával azt is, hogy otthon szó nélkül mindent eléje teremtsenek, a reggelit, az ebédet, az ételt, az italt, az inget, a nadrágot, az oknit, természetesen minden tisztán, vasaltan, kifogástalan állapotban, amikor kellett. És ezt neki maradéktalanul teljesítették is. Valahonnan az ősidőkből hozta magával apja, nagyapja, dédapja mintáját, hogy a férfi reggeltől estig dolgozik, hétvégén is, és eltartja a családját, ő a feleségét a négy gyermekkel, és a férfi a főnök, ő mondja meg, hogy mit, mikor, miért. Az asszonynak pedig kus volt. És ez így is ment egészen az utolsó pár évig, amikor hirtelen fogyni kezdett az ereje, lelassult, egyre szűkszavúbb lett, mint egy árnyéka korábbi önmagának. Furcsa, felemás viszonyban voltunk, ő az úri munkát soha nem tekintette igazi dolognak, nála csak a kétkezinek, csak a fizikainak volt becsülete. És a jó mesterember a szaki volt számára minden dolgok csimborasszója. Amíg erejetájében volt, addig mindent jobban tudott, csinált mindenkinél. Amikor legyengült, csak ült a padon és nézett. Nézte, hogyan végzünk valamit az udvaron, a kertben, amikor szombat-vasárnapokon elvittük a hétvégi házunkba. Az arcán pedig nem látszott semmi, idegesítően nem. Amikor a fennvaló műhelyében őt készítették, akkor a jó isten elfelejtette használni a finom szerszámait, csak a legdurvább vésőket és ásvárdokat vette elő az ő kifaragásánál. Semmi érzelem, semmi érzékenkedés, csak az unokák irányába enyhült meg néha egy, egy kicsit, azt is csak nagy ritkán. Csak az utolsó éveiben, főleg utolsó hónapjaiban kerültünk egy kicsit közelebb egymáshoz. Olyan figyelem és érdeklődés jött azokból a kicsit már zavarodott szemekből, amilyen addig még soha. Egy bő hónappal a halála előtt visszaléptem egy készfogás erejéig a szobába, ahol feküdt, hogy elköszönjek tőle. <kül> Nyújtotta a kezét, megszorította, és elkezdte húzni maga felé. Nem értettem, hogy mit akar. Kézmozdulata, betegsége, gyengesége ellenére határozott és elős volt. Szónélkül a szájához húzta, és megcsókolta a kezemet.